épülettel bővül a kismányoki székelyporta. A hamarosan elkészülő csűrt ugyanazt tervezte, mint a lakóházat. Sebestyén Miklós építészmérnök elmesélte stábunknak, milyen kötődése van a székelyekhez. Hát én Kakasdon születtem, és a nagyszüleim azok mind bukovinai székelyek, mind Andrásfalván születtek, onnan származom. És hát ahogy Kakasdon nőttem fel, úgy kapcsolatba kerültem az ottani tánccsoporttal, a két nővérem járt táncolni, és 92-ben kerültem először a tánccsoporthoz. Ez azt jelenti, hogy 92-től én aktívan részt veszek a népi kultúra életében, ami Kakasdon indult a néptánccal. Nagyszüleim részben korán meghaltak, illetve akikkel kapcsolatban voltam, akikkel együtt tudtam élni, ők röviden történeteket és egy-egy mesét mondtak el, ami akkor még számomra nem volt, nem bírt akkora jelentőséggel, de mint gyerek ezt szívesen hallgattam. Gyakorlatilag az első kapcsolatom a néptáncon keresztül vezetett vissza a származásomhoz, a székelységhez, elkezdett egyszer csak tetszeni az, hogy milyen jó, hogy nekünk van ilyen kultúránk, ez a tánc, ez milyen jó, mennyit tud adni, mint mozgás, mint egyéb értékekben, és ilyen kamasz gyerekként ezen keresztül kerültem kapcsolatba, de rövid idő alatt pár éven belül a Bartina Néptánc Egyesületbe kerültem, oda elhívtak, és ott még mélyebben kapcsolatba kerültem a népi kultúrával, és ezen keresztül kaptam önmagam számára is visszajelzést arról, hogy nekem milyen eredetem és származásom van, amiben rengeteg lehetőség és érték rejlik, amit már felnőttként, utána az évtizedek során természetesen örömmel használtam és éltem meg, vagy éltem újra. Végül a tánc vezette el a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségéhez is. Ugye a rendezvények és a programok alkalmával a Székely Szövetség rendezvényein részt vettem. Ez a kezdetektől jelentett fellépéseket, bálokat, székely találkozókat, minden rendezvényt, ahol a népcsoportunknak a kultúrát ápoló rétege az ott találkozott, és ezek a barátságok automatikusan és nagyon gyorsan összeszövődtek, és akkor a Székely Szövetség tánccsoportja, alkalmi csoportjába is hamar oda kerültem, ami azt jelentette, hogy az én pályafutásom vagy a kultúrával való kapcsolatom az rövid idő alatt összeforta a szövetség életével. Ennek következménye az lett ugye, hogy a mai napig a szövetségnek tagja is vagyok, illetve segítője is mindenben, amiben csak tudok. Aztán ugye mivel én építészmérnök vagyok és házakat tervezek, ezért csak nem egy évtizede ebben a szakmában a kultúrához kapcsolódó Székely Szövetségen keresztül megvalósítandó projektben vettem részt. Ez többnyire azt jelenti, hogy tájházak felújítását segítem, több esetben terveztem is ilyet, és mindenféle olyan építészeti dolgot, akár felújítást, akár pályázatot, akár tervezést, azt mindent segítem és készítem. A megye több településén, például Hőgyészen és Bátaszéken is segítette a székelyházak bővülését és felépítését szaktudásával. De a 2018-ban átadott székelyporta tervezése is az ő nevéhez fűződik. Talán ez a legfontosabb az építészeti munkámban a szövetség irányába. Aztán most, ahol állunk, ez a székely csűr, ami nem készült el még, ugye ez is, illetve hát amire büszke vagyok az, hogy Kakasdon a Makovec Imre által tervezett faluház előtt a trianoni emlékében egy turulmadárral ékesített emlékszobrot tudtam tervezni. Tulajdonképpen a székely porta és a csűr az egy fajta tájház jellegű építmény. Az építészet így határozza meg ennek a funkcióját, vagy a jellegét. A székely porta gyakorlatilag a legfontosabb eleme, ez egy családi ház. Ez a 19. század második felé és 20. század első felén Bukovinában az ottani székelység által épített lakóházak egyikének, vagy lakóházak mintájára készült és terveztük újra. Ez azt jelenti, hogy
gyűjtésekből, régi felvételekből és irodalmakból, szakirodalmakból egy-két szakembernek a néprajzos, illetve építész segítségével állítottunk össze Illés Tiborral ketten egy olyan háznak a tervét, aminek én voltam vagy vagyok a felelős tervezője, ami mellett egyébként itt állunk, és ez azt szimbolizálja, vagy mutatja be, hogy ebben az időszakban a mi nagyszüleink, illetve a sokaknak a dédszülei milyen házat építettek, és hogyan éltek ebben a házban kint Bukovinában. Tehát gyakorlatilag ez egy ottani háznak az újjáépítése. Hiszen a ház mellé kell melléképület is. Tehát a porta mellé csűr is jár. Ennek a kismányoki templomnak, aminek ugye sokan ismerik és tudják a történetét, és ennek az egész létesítmény együttesnek, ami itt van az identitását, vagy hogyha úgy mond a szellemiségét. Hát ennek az udvarán Illés Tibor álmodta meg azt, hogy a családi házhoz egy porta és egy olyan udvar is készüljön el, ami bemutatja a székelyember életét, ugye így mondtuk, ez jelenti azt, hogy a ház a melléképület, a család, az állatok, nem fontossági sorrendben, ugye. És hát ebben a melléképületben, vagy csűrben, amit itt most megépítettünk, illetve a befejezése éppen zajlik, ebben egy kézműves mesterségek bemutató tere kap helyet, ami azt jelenti, hogy lehet majd látni azt, hogy egy melléképület milyen volt, milyen anyagokból állt, hogyan építették föl, ez miként funkcionálhatott, de egyébként a mai kor számára, mint mondtam, a székely porta, tehát a lakóházzal együtt, ez egy ilyen tájház jellegű bemutató tér, ahol hát ilyen mesterségek, régi szerszámok és ilyen egyebek bemutatása történik meg, és hát gyakorlatilag aki eljön ide és megnézi a házat, az meg tudja nézni a melléképületet is hozzá. Emellett az elkövetkezendő rendezvényeken is jó szolgálatot tesz majd az új helyiség. Csak olyan van, hogy összeverve válik a Bukovinában, de és együtt csinálunk valamit, ezeket a házakat nem vállalkozók építették, hanem kétkezi munkák folyamán épült. Hát én mérnök emberként ugye a mérnöki tudásomat, a terveket, az elméletet és néha a kinti irányítást segítettem, amire megkértek, tehát amire szükség volt. Adott esetben volt, hogy megfogtam én is egy-egy szerszámot, de nem ez a jellemző, tehát az a lényeg, hogy az volt itt a lényeg, hogy a ház, mint a szerző számára ne legyen elhanyagolva az építkezés során sem, és ez így is történt, úgyhogy részt veszek a mai napig mérnökként a ház építésében. Sebestyén Miklós azt is hozzátette, mindez csak úgy képvisel értéket, ha van, aki értékeli. A kultúránkat azt több mindenen keresztül lehet őrizni, meg lehet mutatni, és ami legfontosabb, át kell örökíteni a fiatalok és a jövő nemzedék számára. Ezekkel az épületekkel, vagy ezekkel a kulturális értékekkel, amiket teremtünk, vagy újraépítünk, ezeken keresztül lehet ezt megvalósítani, hogy megmaradjanak az értékeink, ami számomra természetes, sőt, egy küldetés talán. Van, akinek tovább tudom adni, elsősorban a két gyermekünknek, akik ezt a kultúrát úgy megkapják, ezért sok mindent nem kell tenni, csak az ember legyen önmaga, és ezt ők úgy érzik meg, megtapasztalják és megélik. Táncolnak, néptáncra járnak, látják és tudják azt, hogy mi ez a kultúra. A korukhoz képest én azt gondolom, hogy megkapnak mindent, ami egy ekkora gyermeknek fontos, vagy fontos lehet, hogy megtapasztalják ezeket az értékeket. És ennek a fontossága az nagyon, nagyon, nagyon magasan jegyzett, én azt gondolom, mert csak akkor jó ezt csinálni, csak akkor lehet ezt úgy megélni, ahogy én megélem, hogyha ezt tovább is lehet adni. Elsősorban az ember a gyerekeinek adja tovább, mert ugye azokhoz áll a legközelebb, de mindenki számára, minden fiatal számára tovább kell tudni ezt adni, mert akkor biztosított az, hogy a elkövetkezendő évtizedekben, akár évszázadokban is maradandó értéket tudunk azzal létrehozni, hogy a már meglévő régi értékeinket a gyökereink mentén megtartjuk. Tehát ez egyszerűen ilyen egyszerű.